Szeptember első hétvégéjén néptánc találkozóval és felvonulással, családi nappal, konfirmandusok találkozójával, sporteseményekkel és könyvbemutatóval várták az érdeklődőket a Belényesi Merence legnagyobb magyar kulturális eseményén, a Fekete-Körösvölgyi Magyar Napokon. Szeptember első hétvégéjén 9. alkalommal szervezték meg a Fekete-Körösvölgyi Magyar Napokat. A háromnapos rendezvény meghatározó esemény a mintegy 3000 főt számláló dél-bihari szórvány magyarság életében, hiszen ezen a napon találkozhatnak egymással, közösen ünnepelhetnek, megoszthatják egymással örömeiket, bánatukat, és közösen kereshetnek válaszokat a magyar közösséget érintő kérdésekre. Ez már egy hagyománnyá nőtt, hiszen minden egyes magyar ember számít. A szórványban élő magyaroknak pedig nagyon-nagyon fontos az, hogy megerősítsük egymásba azt az összefogást, amely révén megmaradhatunk, illetve tovább fejlődhetünk. Kisnyéger falván amatőr kispályás csapatok részvételével tartották meg a térségi tulipánkupát, Köröstárkányban bogrács főzéssel egybekötött, zenés-táncos családi napra várták a látogatókat. A helyi református templomban tartott ünnepi istentiszteletre meghívták a gyülekezet 30, 40, 50, 60 és 70 évvel ezelőtt konfirmált tagjait. Megkérdezték, hogy mivel lehetne még színesebbé tenni ezeket a Fekete-Körösvölgyi Magyar Napokat, akkor arra gondoltam, ha már le is írom az igehirdetéseket, megjelennek folyóiratban, akkor lehetne könyvformájában is ezeket megírni, megjelentetni, hogy ne csak egy emléklappal emlékezzünk meg, akik részt vettek a konfirmándus találkozón, hanem egy könyv legyen az, amit kézbe vehetnek, olvashatnak és épülhetnek belőle. A Fekete-Körösmenti Szórvány Magyarság legnagyobb összejövetelén a hagyományok és kulturális értékek ápolása, valamint az összetartozás érzésének és a magyar identitásnak a megerősítése volt a középpontban.